gasztropercek, ahogy már hozzászokhattatok. Ha elmegyek valahova enni, akkor igyekszem azt nektek is megmutatni, és bemutatni, milyen finomságok vannak itt Balin. Amit előttem látok, az nem más, mint mijajam, bakso, ami ilyen tészta, mert ugye mi az azt jelenti, hogy tészta. Az ajam az csirke, a bakso az pedig attól bakso, hogy ilyen kis húsgombócok vannak benne. Ebben ugye van tészta, húsgombóc, vízispenót, egy ilyen crackers, és ott, azon a részén, a crackers alatt, ott pedig ilyen pörköltszerű, csirkepörköltszerű valamicsoda, nagyon finom. A löttyö, ami rajta van, az pedig nem más, mint szója és húsleves szerintem. Isten, nem rossz. Lássuk, hogy hát már van pálcika, akkor autentikusan pálcikával fogunk enni. Ez elég jó. Ez csirke. Vízipenyőspenyőt még egészen ropogós és friss. De én ugye mindig felszoktam turbózni. Én lökök még be egy kis édes szóját. És talán ebből egy picit, mert a másik az azért elég brutálisan csípős. Nem rossz. Az ilyen fokhagymás csípős. Jó, erős. Hogy jól lakok-e vele, azt nem tudom. Úgy volt, hogy lesz osztriga is, de az nincs. Még van a Westlife is, de az már nincs. Hát ezt addig kerülgetem, amíg lenyomom. Fincsi. Egy dolgot nem kóstoltam még meg. Az a golyó, a húsgolyó. Ez jó. Ez jó. Nagyon jó döntés volt, de most már hagyjatok enni. Jó étvágyak, találkozunk legközelebb a következő gasztro videóban. Addig is ne felejtsétek el feliratkozni a YouTube csatornámra, és bekövetni Facebookon és Instagramon. Bon appétit!